júliusi és augusztus elején rengeteg csapadék milyen hatással volt a városra, okozott-e károkat? 2-3 évvel ezelőtt szereltünk fel egy kis meteorológiai állomást a strand területére, ami összeköttetésben van az időkép oldallal. Ennek hatására talán pontosabb előrejelzések is vannak a városban. Miért ezzel kezdem? Azért kezdtem ezzel, mert fontosnak tartjuk azt, hogy azért folyamatosan nézzük ezeket a mostanában néha extrémnek tűnő időjárási változásokat, ami biztos vagyok benne, hogy a klímaváltozással kapcsolatban vannak. Ugye eddig a hírek az elmúlt években arról szóltak, milyen extrém aszály volt. Így is kezdődött a június egyébként, egy nagyon nagy meleggel indult, aztán júliusban átfordult egy csapadékos időjárásba, ami az elmúlt években nem volt. Az esőnek ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy vannak áldásos tevékenységei, egyrészt a mezőgazdaságban, de vannak olyanok, amit például ez a folyamatos eső, a mezőgazdászokkal beszéltem, a termény betakarítással kapcsolatban is problémák voltak, elfeküdt a búza, többször kellett permetezni a szőlőt is, hiszen itt a peronosz és a lisztharmat is fokozottabban jött elő ebbe a párás időjárásba. Az eső hatására ugye gyorsabban nő a fű, mindenki láthatja, akinek van kis birtoka vagy udvara, aki ragaszkodik az állandó fűnyíráshoz, az láthatja, hogy nagyon sűrűn kellett vágni a füvet. Itt egyébként Zalaszentgerót város területén is lehetett látni, hogy a KFT munkatársai folyamatosan dolgoztak, de bizony-bizony valamikor a fű nyert, valamikor kicsit talán a kritikusabb szemnek magasabb volt valahol a fű, de hát ez egy ilyen időszak volt, most nem voltak sárga foltok, ahol kiégett a fű, hanem folyamatosan zöldelt és növekedett a fű. Szerencsénk volt ebben, hogy nem voltak ilyen extrém nagy esőzések, tudom, jól mondhatják, hogy volt, hiszen hirtelen nagyon nagy mennyiség lezúdult, de olyan nagy károkat ez nem okozott. A hegyi utakban tudjuk, hogy a lezúduló víz az mindig megkezdi, de ez már be van tervezve minden évben, azután a megtolása, a helyreállítása. De olyant, amit láthattunk akár környező országokban, akár más településeken, ez a villámárvíz, amikor hirtelen olyan mennyiségű víz zúdul rá az adott területre, hogy már nem bírja el a csatorna hálózat és az árkok, ez itt Zalaszentgeróton nem volt. Talán köszönhető annak is, hogy azért az elmúlt években azért fokozottan figyeltünk ezeknek a áteresztő vízelvezető csatornáknak a karbantartására, a patakjainknak a karbantartására. Úgyhogy ilyen problémák nem voltak, voltak, hegyi utakban voltak problémák. Meg hát ugye azt jelentette még, hogy olyan extrém esős időjárás volt pont a Kultúrtivornya rendezvény hetében, ahol teljesen át kellett szabni a helyszíneket. Az utolsó pillanatokban vártunk azzal, hogy milyen döntés hozzunk, de hát tudhatjuk azt, hogy minden döntés jobb, mint a hezitálás. Végül is jól döntöttük, amikor úgy választottunk, hogy a sportcsarnokba visszük be a zenés rendezvényeket, nagyon nagy számú résztvevő előtt. Nyilván nem az a hangulat van, mint egy szép nyárestén a Ligetben, fröccsözve, eszegetve, zenét hallgatva, beszélgetve, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére mindenki jól érezhette magát, és több rendezvény is volt, hiszen kicsit le is hűlt a levegő, és folyamatosan esett az eső. Szumma szummárum el kell mondani azt, hogy megúsztuk katasztrófavédelemmel, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, Zala kilépett a medréből, de senkit nem veszélyeztetett, ahol vannak még problémák az árkolásokkal, azokat meg folyamatosan figyeljük és helyre állítjuk.